Aztán jönnek a súlyosabb bűnök, képviselő társaim, hazánk kiárusítása kínai és dél-koreai akkumulátorgyáraknak, Magyarország totális ökogyarmatosítása. Az akkugyáraknál olyan kínai és dél-koreai környezetszennyező monstrumoknak adnak 100 milliárdokat állami támogatásként, amelyek semmilyen környezetvédelmi előírást nem tartanak be, ahol a magyar dolgozókat majdnem állati sorban tartják és megfélemlítik. Elég csak a múlt heti Iváncsai mérgezésre gondolni, ahol több tucat dolgozót szállítottak kórházba, mert mérgező anyagokkal dolgoztak, de nem adtak nekik munkaruhát. Érdekes, egyébként a koreai dolgozókon viszont volt védelmi ruha. Ugyanezek a kínai és koreai gyárak öntenek rákkeltő anyagokat a talajba, a kutyainkba, ugyanezek a gyárak szívják el szó szerint az ivóvizeinket, herdálják el a kormánynak köszönhetően a legjobb minőségű termőföldjeinket, akkor, amikor a klímaváltozás miatt a helyben megtermelt élelmiszer néhány év múlva szó szerint élethalál kérdése lesz.